Szép jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Nos, rövidesen jön egy olyan táncünnep, ami azt hiszem, hogy minden táncbarát székesfehérvári szívét megdobogtatja. Június 3-án este 6-kor a Vörösmarty Színházban áttáncolt 15 év címmel a Megadens Székesfehérvári Táncszínház Egyesület jubileumi díszelőadására kerül sor, és természetesen ki más lenne a vendége, mint Róvó Tamás, a Megadens Székesfehérvári Táncszínház Egyesület alapító művészeti vezetője. Szervusz Tamás, örülök, hogy itt vagy velünk. Nagyon köszönöm a lehetőséget. Annyit azért tegyünk hozzá, hogy ugye maga a táncszínház 1996-ban alakult, és Székesfehérváron működik 2009 óta. No, de ahhoz azonban, hogy megértsük, hogy ez miért is ünnep, azért azt tudnunk kell természetesen, hogy a te tánc pályafutásod fantasztikus sikerekben bővelkedik, hiszen azt mondom, hogy meg annyi magyar bajnoki cím a tiéd, Európa bajnoki, illetve világbajnoki dobogók a tiéd. Természetesen nagyon-nagyon fontos, hogy érdemes sporttáncos elismerést vehettél át, az év felnőtt táncosa voltál, tagja voltál a Győri Nemzeti Színháznak, és én soha nem felejtem el, hogy amikor édesapádról, Róvó Attilával arról beszélgettünk itt a Vörösmarty Színházban, hogy mi az egyik legfontosabb számára, aki ugye, ha úgy tetszik, megalapozta mindazt, amit elértél tehetségeddel és a szorgalmaddal. Azt mondta, hogy ő ennek örül a legjobban, hogy egy olyan méltó képviselője van a családnak a továbbiakban is, ami meghatározza természetesen az életét. No, egy kicsit beszéljünk arról, hogy amikor elkezdted, idejekorán elkezdted a tanítást is. Igen. És most, ha valaki fölmegy a Facebookra, és azt hiszem, hogy nagyon sok fiatal használja, azt mondom, hogy ha nem is napról napra, de hétről hétre feltűnik egy olyan Róvó fióka, akik nagy-nagy sikert érnek el, vagy elismerést, vagy pedig egy olyan táncszínházi produkcióban játszanak főszerepet, ami meghatározó a magyar színházi létben, életben. Ez mennyire jelent neked megerősítést? Illetve a kérdés, hogy azonnal gondoltad, hogy a táncos karriered mellett oktatóként, táncszínházi rendezőként is sikereket fogsz elérni? Hát őszintén szóval egyáltalán nem. Rendkívül nagy büszkeség számomra az, hogy most már azért, ahogy említetted, én 96-ban alapítottam ezt az együttest, tehát idestóval azért ez 28 éve működő csapat. Az apropó, hogy most újra gálát tartunk, ezt csak azért mondom el, mert a nézőkben nyilván felvetődik a kérdés, hogy hiszen két év ezelőtt volt itt egy 25 éves gála műsor, akkor most hogy lehet 15, visszaugrottunk 10 évet. Nos, hát én két alkalommal szoktam gálát tartani, az egyik a megalapításnak az évfordulója, a másik pedig az apropó, hogy most ugye a Fehérvárra én 2009-ben szerződtem, akkor áttettem ide a székhelyemet, és ez éppen 15 éve ezelőtt történt, és most ezt ünnepeljük, hogy 15 éves a fehérvári csapat. De hogy visszakanyarodjak a kérdésed lényegéhez, az, hogy a növendékeim és a kezem alatt nevelkedő tanítványok ilyen magaslatokig jutnak, az számomra egy óriási nagy büszkeség, és nyilván egy nagyon erős visszacsatolás. Őszintén szólva nem gondoltam sosem, hogy én eljutok egyáltalán erre a szintre. Én 19 évesen kezdtem tanítani is, amikor leszerződtem a Győri Nemzeti Színházba. Ugye ez 1996-ban. Így van, de igazából én azt akkor azért kezdtem el, egyrészt nem volt túl sok fizetésem, és ugye gondoltam, hogy majd valamivel kiegészítem a jövedelmemet. Másrészt pedig ott volt előttem példának az édesapám csoportja ugye Pécsen, ahol én is kezdtem táncolni, és mindig volt bennem egy nagyon erős bizonyítási vágy, nem csak az édesapám felé, hanem úgy általában. És gondoltam, hogy hát akkor megmutatom én is, hogy akkor én is alapítok egy csapatot, és hogy akkor majd milyen sokra visszük. És mai napig emlékszem, amikor bementem az ottani művelődési házba, és oda mentem az igazgatónőhöz, és mondtam, hogy hát én ez is ez vagyok, szeretnék itt egy tánccsoportot, és így nézett rám ilyen furcsa, hogy ott állt egy ilyen 19 éves fiatal srác. Hát gondolta valószínűleg, hogy biztos itt valamit majd csinálnak, aztán két hét múlva ez a dolog befulladt, de minden esetre bérbe adták nekem a termet, és én akkor 20 fővel kezdtem el tanítani. Majd olyan 10-12 évvel később már ilyen 150 növendéknél járt a íve van a te történetednek, minden történetednek. Igen, tehát egyik oldalról táncosként sem hagytad abba, hiszen a Vörösmarty Színház tagjaként, táncosként és koreográfusként is láthatunk. A másik oldalról pedig a Megadance működik, méghozzá rendkívül eredményesen, hiszen meg annyi tanítványod ért el sikereket, és hát maga a Megadance is ugyanilyen sikeres.
viszont ehhez kellett stílusváltás is. Hiszen nyilvánvaló volt, hogy a klasszikus balett és a modern tánc, ami az alap, azt ki kellett egészíteni olyan ízig-vérig 21. századi táncokkal, mint a hip-hop és a többi. Igen, hát ez egy nagyon érdekes. Őszintén szólva, az a nagy szerencsém, azt gondolom, és talán ennek is köszöntöm azt is, hogy még mindig itt vagyok a színháznál, hogy én nagyon-nagyon sok mindent tanultam. Az édesapámnak köszönhetően gyerekkoromban break táncoltam, később akrobatikus rock'n'rolloztam, majd beiratkoztam a balettiskolába, ott tanultam klasszikus balettet, néptáncot, társastáncot, emelést, mindenféle technikákat. Ezen kívül saját úton jártam Bakó Gáborhoz, aki ugye az én legnagyobb mesterem és egyébként nagyon jó barátom is, ahol jazz-tánc technikát tanultam, sőt még volt szerencsém, hála Istennek, Jeszenszky Endrétől is tanulni. Tehát, hogy nagyon sok mindent tanultam, és ezt egyszer csak azt vettem észre, hogy ezt az egészet én elkezdtem összegyúrni egy ilyen eleggyé. Én ugye 19 éves koromban hip-hop oktatással kezdtem, és abban az időben nem volt olyan népszerű ez a táncstílus, mint manapság. Sőt, Győr városában egyáltalán nem volt olyan, hogy azt se tudták, hogy mi az, hogy hip-hop igazából. Én alapítottam a Megadance-t, mint első hip-hop tánc együttest abban a városban. És az egy nagy büszkeség, illetve egy komoly visszaigazolás szintén, hogy a mai nap a Győrben működő táncegyüttesek zömében az én valamikori növendékeim, a vezetők. Tehát akik nálam annak idején belekóstoltak a hip-hopba, nem feltétlenül mindenki nálam táncolt végig, de minden egyes olyan ember, aki ma hip-hop együttest vezet Győr városába, szinte megfordult nálam. És ez ugye azt jelzi, hogy tulajdonképpen az első löketet én adtam, és azt gondolom, hogy a tánc szempontjából is egy nagyon fontos dolog, hogy honnan jön az első lökés, és hogy hogyan tud elindulni valaki az útján. Én ugye ezt nyilván az édesapámnak köszönhetem, hiszen én megfertőződtem a tánccal, és elkezdtem járni a saját utamat. Aztán a Győri Nemzeti Színházban én leginkább musicalekben táncoltam, voltam vendégként, volt szerencsém a Győri Balettal is együtt dolgozni, ami egy óriási dolog volt számomra, 20 éves voltam akkor, tehát azért 20 éves koromban bekerülni a Győri Balettbe, az nekem egy óriási dolog volt. És aztán később átkerültem ugye ebbe a színházba, itt is eleinte musicaleket táncoltam, leginkább, illetve játszottam kisebb statiszta feladatokat, és aztán jött ugye az új vezetés, és akkor megismerkedtem Horváth Csabával, akkor jött a táncszínházi előadás, mint olyan, amivel én előtte egyébként soha nem találkoztam. Tehát ezt a fajta műfajt, amit a Csaba képvisel, amit egyébként én nagyon szeretek, ezt én addig nem ismertem, és nem is nagyon tudtam eleinte mit kezdeni vele, mondtam is egy csomószor a Csabának, hogy én először ilyen értetlenkedve néztem, hogy úristen, mi lesz ebből, de mára ugye teljesen átalakult ez az egész dolog. Minden esetre, ami számomra fontos, amikor eleinte elkezdtem ezt csinálni, akkor igazából csak táncot oktattam és koreográfiákat csináltam. De a szöveges szereplés azért más. Persze. De aztán később elkezdtem nagyon erősen a színház felé menni. Ez pont annak köszönhető, hogy azért ezt ne felejtsük el, édestova 28 éve dolgozom színházban. Azért az önmagában, tehát gombozból is sok, nemhogy színház. A másik pedig, ami nagyon fontos, tehát a statiszta szerepből szöveges szereplő lettél, és koreográfia. A koreográfia azt hiszem, hogy az mindenképpen illeszkedik ahhoz az új stílushoz, ami egyébként Horváth Csaba is képvisel, meg jó néhány olyan rendező, akiket már volt szerencsénk látni itt a Vörösmarty Színházban. Azért az már egy rendkívüli felelősség, hiszen a táncszínházi motívumokat egy olyan színházi közönségnek megmutatni, akik még nem szoktak hozzá, az bizony kihívás. Igen, azt gondolom, hogy nagyon nagy szerencsém van. Én egy olyan generációban nőttem fel, és egy olyan szerencsés helyzetben voltam mindig is, hogy nagyszerű emberekkel tudtam együtt dolgozni. Sajnos közülük már nagyon sokan nincsenek közöttünk, most például nem olyan régen Tordi Géza ugye eltávozott, és hát nagyon megrázó volt számomra, hiszen az első színházi előadásom, amit 96-ban a Győri Nemzeti Színházban csináltam, ez a Vörös Postakocsi című darab volt, és a Tordi Géza volt a rendező. Tehát számomra ez egy olyan furcsa érzés, hogy ilyen nagyszerű és nagy emberekkel tudtam együtt dolgozni, és azt hiszem, hogy az a szerencsém, hogy rendkívül sok olyan nagyon jó embertől tudtam tanulni táncot is, meg a színházról egyáltalán, mint mondjuk Korcsmáros György akár, aki az igazgatón volt 12 éven keresztül, de például dolgoztam Ács Jánossal, sőt még Kaszás Attilával is voltam együtt színpadon, úgyhogy ő volt a főszereplő, és én ott voltam mellette, mint katona. Szóval ezek mind-mind olyan impulzusok, hogy az ember nem tud igazából nem tanulni. Én mindig is egy olyan ember voltam, és ez mai napig is így van, hogy én kiülök a próbákra, és például most is nézem, hogyha a Gáspár Sanyi próbál, hogy ő azt hogy is csinálja. Hiszen ezektől a nagyszerű emberektől nagyon sok mindent lehet tanulni. És hát valóban a koreografálás ez egy rendkívül nehéz dolog. Azonban
egy rendkívül hálás dolog. Tehát itt van például a Fame című musical, ami azt hiszem életem eddigi legnagyobb dobása. Egy csoda volt, megerősíthetem. Köszönöm szépen. Szóval, hogy abban minden benne volt. Nagyon szerencsés időben talált ez meg engem, mert azt hiszem, hogy ha ezt mondjuk 10 évvel korábban csinálom, akkor nem sikerülhetett volna ilyen jól, hiszen nem voltam még elég érett a feladathoz, és azt hiszem, hogy nem tudtam volna ezt olyan mélységekben megfogalmazni tánc szempontjából ezt az előadást, mint hogy ez sikerült végül. Rendkívül nagy munka volt, viszont egy rendkívül jó munka volt. Tehát egy iszonyatosan jó próbaidőszak és egy nagyszerű csapat volt ebben az előadásban. Most távolodjunk el a Vörösmarty Színházhoz, illetve érkezzünk meg a Megadance bulival, mert én azt mondom, hogy itt a fellépőket nézem, akkor azt látjuk, hogy visszaköszön a múlt egyik oldalról, tehát azt is látjuk, hogy meg annyi olyan egykori tanítványot fog szerepelni, akik sokra vitték, és bejárták már Európát, és remek táncosok lettek, elismert táncosok, ha úgy tetszik. És tehát ilyen értelemben én azt látom ezen a névsoron is, hogy íve van a pályádnak, tehát a Megadance-nek is íve van, hiszen senki nem úgy kezdi, hogy azonnal jó táncos lett, hanem az irányításoddal ugye ott van a musical és a showtáncok, aztán jön a hip-hop, a jazz és az összes többi, és egy olyan csapatot tudtál összehozni, hogy esztendőről esztendőre mindig vannak olyan kiemelkedő táncosok, akik aztán kirepülnek és egészen magas szinten folytatják. Igen, hát ez egy nagyon, nagyon fontos dolog számomra. Én mindig azt mondtam, és ez tényleg így is van, én semmi más nem akartam igazából sohasem a tánccal kapcsolatban, mint megszerettetni meg annyi emberrel, amennyivel csak lehet, illetve ami mindig fontos volt, ezt nem tudom megmagyarázni, hogy miért, de az számomra fontos, hogy hagyjak valamit magam után. Tehát, hogyha én egyszer majd már nem leszek, akkor ne az legyen, hogy teljes mértékben feledésbe merül, hanem hogy tudják azt, hogy itt volt egyszer egy Rovó Tamás, aki ezt meg azt meg amazt csinálta. És azt hiszem, hogy ezt ma már elmondhatom magamról, hogy azért tényleg ennyi idő alatt rendkívül sok olyan, egyrészt nagyon sok nagyszerű produkcióba vettem részt, nagyon sok produkciót volt szerencsém megcsinálni, és valóban a növendékeim tetemes része lett nagyon jó táncos, és kerültek olyan helyekre, amik azért ma már nívós helynek mondható. Tehát ha csak Belicai Bélát említem, aki az én itteni 15 évemnek a legkiemelkedőbb alakja, azt hiszem, és ő ma a Madách Színházban táncol, és nem is olyan régen egyébként az ő meghívására láthattam, mint a Jézus Krisztus Szupersztárban, és hát nagyon büszkén és kihúzott mellkassal ültem a nézőtéren, mert egyszerűen csodálatos volt, amit láttam. És ez nem is tudom megmondani, talán az van, hogy azok a növendékeim, akik megértik, hogy én mit is gondolok a táncról, és mit képviselek. Én azért nem vagyok egyszerű ember ilyen szempontból, tehát én nem csak szoktam mondani, hogy nem csak tánc technikát tanítok, hanem nagyon sokat beszélek a táncról, nagyon sok történetet, nagyon sok múltbéli dolgot idézek fel, és azt gondolom, hogy ettől az emberek jobban megértik, hogy én mit is szeretnék. Tehát amikor én csinálok egy koreográfiát, az sosem úgy néz ki, hogy meghallgatok egy zenét, és akkor jó, erre összerakunk lépéseket egymás után. Ebben mindig van valami fajta kiinduló pont, és mindig igyekszem történetet elmesélni, mindig igyekszem valami olyat csinálni, ami nem csak egy koreográfia, hanem valami egészen más is. És szoktam mondani a gyerekeknek, és ebben maximálisan hiszek, és ezért lehet, hogy sokan engem ilyen furcsa embernek tartanak, de azt gondolom, hogy gondolat nélkül nem lehet táncolni. Bár szerintem egyébként semmit nem lehet gondolat nélkül csinálni, de a táncra ez különösen igaz. Nyilvánvalóan a színházba töltött sok-sok év az nagyon sokat segít. Szerencsés vagyok egyébként, mert az itteni vezetőség is rám bízott olyan feladatokat, amiket én sokszor elképzelni sem tudtam. Tehát amikor például annak idején a 3-1 a Szerelem javára című produkcióban a Bagó Berci rendező azt mondta nekem, hogy te leszel az egyik szereplő, és egy egész előadásban gyakorlatilag főszereplőként voltam ilyen, hiszen ott egy vízilabda csapat volt ugye a főszereplő, és olyan színészekkel, mint Makranci Zalán például egy színpadon, egy csapatként, vagy Lábodi Ádám, vagy Krisztik Csaba együtt játszottunk, az számomra egy fantasztikus élmény volt. De ez megerősítés. Abszolút. Tehát, hogy én, és most is például az elmúlt 2 szezonban ugye beugrottam a Padlás című darabba, Juhász Illés helyére a Robinsonként, és azóta felváltva játsszuk ezt a darabot, és én például azt is nagyon imádom. Tehát azt, hogy végig szövegelek, és végig tulajdonképpen játszani kell, és a kollégáim hála Istennek azt mondták, hogy jól csinálom, ez számomra megerősítés nyilván, de nagyon-nagyon szeretem. Egyébként én alapvetően a kihívások embere vagyok. Tehát
megvan ez a csapat, a Vörösmarty Színház, és milyen a most a Megadance-es csapatod? Hát ugye a Megadance-nél az a helyzet, hogy ez azért nehéz, kevesen tudják talán, hogy társcsoportot vezetni azért nehéz, mert az ember egy-két év alatt, vagy három, vagy öt, vagy nyolc, vagy tíz év alatt kinevel egy gárdát, aztán ezeknek az embereknek elérkezik az a kor az életében, amikor leérettségiznek, mondjuk elmennek Budapestre tanulni, vagy akár elmennek külföldre tanulni, és aztán hirtelen mondjuk van egy 30 fős csapatom, és abból 10 ember így eltűnik. Na és akkor ezt az egész folyamatot újra kell kezdeni előről. Jönnek az újak, természetesen már előtte is ott volt a föltörekvő generáció, de akkor abból lesznek megint nagyszerű emberek, de azoknál megint elérkezik az a kor, hogy érettségi, elmegy megint 10 ember. És akkor tehát ez egy folyamatos építkezés és egy folyamatos megújulás tulajdonképpen, amit véghez kell vinni. Ez a legnehezebb a társcsoport vezetésben. Tehát nem az a nehéz, hogy koreográfiákat csinálni, meg megtartani az órát, hiszen ez nekem gyakorlatilag ma már ennyi év után nem egy túlságosan nehéz feladat, hanem az a nehéz, hogy mindig a csapatot összekovácsolni egy igazi csapattá. Én nagyon hiszek a csapatban. Tehát én azt gondolom, hogy akkor sikeres egy együttes is, meg egy színházi produkciós, hogyha jó a csapat. Most azt kell mondjam, hogy a jelenlegi csapatom fantasztikusan alakul. Teljes mértékben újra kellett építeni a két évvel ezelőtthöz képest, viszont nagyon-nagyon szépen jönnek fel a fiatalok, és most egy nagyon erős, igaz, hogy most 27-28 főt számlálunk csak, tehát volt ez már 50 is egyébként, tehát ez ugye nagyon sok mindentől függ, és nagyon változó. De most éppen vasárnap tartottam egy edzést, mert ugye most nagyon készülünk erre a gálaműsorra, és be vannak rakva ilyen plusz próbák. És komolyan mondom, sokszor elérzékenyültem, amikor láttam, hogy a gyerekek a nyitószámra készültek, apait, anyait beleadva, én elég keményen hajtom őket most azért, mert azért közelítünk az időponthoz. És ez egy fantasztikus érzés, amikor azt látja az ember, hogy amit ő elképzel, és amit a gyerekeknek megmutat, hogyan próbálják meg visszaadni, és nagy lelkesedéssel, örömmel, mosolyal az arcukon, miközben majd belehalnak, mert annyira fárasztó, és annyira kiveszi az ember. Azért ezt tudni kell, hogy a tánc ez nagyon fárasztó fizikailag. Tehát ezt örülök, lehet, hogy ezt mondod, mert szerettem volna megkérdezni, és meg is teszem, hogy milyen a mai magyar tánckultúra a fiatalok körében, ilyen értelemben. Tehát az a fajta tánckultúra, amit te oktatsz, az egyébként a hétköznapokon is bizonyos értelemben népszerű? Én abból a szempontból vagyok talán szerencsés, és én azt szoktam mondani, hogy azért jó a Megadance-be járni szerintem, mert nálunk nagyon sok minden van. Tehát mi nem egy stílusba dolgozunk. Igen, ugye, most, hogyha valaki elmegy egy hip-hop csoportba, ott ugye csak hip-hophozni tanul. Vagy ha valaki elmegy balettozni, akkor csak klasszikus balettozni tanul. Én nálam az van, hogy van hip-hop, van showtánc, van jazzesebb, van komolyabb, tehát időnként elmegyünk a kortárs irány felé is. Aztán vannak bohókásabb, szórakoztató, ilyen paródia jellegű dolgok, tehát sok mindent csinálunk, és én nem is bírnám egyébként, tehát én a sokszínűséget nagyon szeretem, és azt szoktam mondani, hogy mindig, amikor kérdezik, hogy milyen stílusban táncolunk, akkor én erre azt szoktam válaszolni, hogy Róvó Tamás stílusba. Tehát én ezt nem tudom meghatározni, mert tényleg az én koreográfiaim úgy épülnek fel, hogy egy koreográfián belül az akrobatikától elkezdve a mondjuk twistesebb beütésű mozgáson keresztül, a hip-hop elemeken át mindenféle előfordul, mert én egész egyszerűen meghallgatok egy zenét, és amit a testem és ami a gondolataim, amit hoznak, abból épül fel egy koreográfia. Most szóval ez egy nagyon érdekes folyamat. Most nézzük meg a meghívottakat, mert itt egy nagyon érdekes névsor van előttem, Cool Dance School Budapestről, aztán akire nagyon kíváncsi vagyok, mert hogy ez egy őket nem ismeri még Fehérvár. Cool Dance School, ők így igazából hip-hop csapat. Én járok egy táncversenyre Budapestre rendszeresen zsűrizni, most már lassan 10 éve, és ennek a versenynek a főszervezője a Cool Dance School egyébként, és most már nagyon sokatszor voltam, és ők is nagyon szépen fejlődnek, és egyre inkább ügyesednek, és úgy gondoltam, hogy mindig szeretnék valami újdonságot behozni, tehát hogy nem mindig ugyanaz legyen minden gála. Egyébként az idei gála abban különbözik az eddigiektől, hogy a magvát a Megadance adja. Tehát a Megadance nagy, tehát itt most nagyon rákoncentráltam arra, hogy ez az itteni 15 évről szóljon, kevés lesz a vendégcsapat, tehát a Cool Dance School-on kívül igazából vendégcsapat az édesapám csoportja lesz. Igen, illetve meg a Bakó Dance Company. Így van, a Bakó Gábori. És ugye Belicai Bélát említetted a Madács Színházból, őt örömmel látjuk viszont, mert azt hiszem, hogy ez felüdülés lesz mindenkinek, és hát azért itt lesznek a Katona Klaudiáék, és én örömmel veszem, hogy tudjuk, hogy jó kapcsolat fűz Sárához, Váradi Eszter Sárához és Keller Jánoshoz, hogy ők lesznek a vezetők. Folynak már a próbák?
Abszolút, és itt az Eszterékre hadd térjek két pillanatra. Nagyon fontos volt számomra, hogy az Eszter és a Jani vezessék a műsort, és ennek van egy nagyon fontos része. Nem csak azért, mert ők színházi kollégáim, és az elmúlt 15 évben ténylegesen végigkísérték az én pályafutásomat, hanem ők nagyon jó barátaim az életben is. És számomra ez azért nagyon fontos, mert ők tényleg, tehát ők egyrészt szinte minden gálán itt voltak, végigkísérték az én pályafutásomat, amióta itt vagyok, tehát ez egy fontos része volt ennek a gálának, hogy ők legyenek a műsorvezetők. De egyébként mindenki, hogy említetted a Klaudiáikat, és csak olyan emberek vannak itt ezen a gála műsoron, akik valamilyen szinten kötődnek hozzám. Tehát a barátság nagyon-nagyon fontos. Így van. Tehát mondhatom azt, hogy nem csak szakmai kapcsolat van közöttünk, hanem nagyon erős baráti kötődés. Ott van például Nagy Balázs, aki a Győri Nemzeti Színház művésze. Ő kifejezetten azért fog érkezni, lesz itt a gála műsoron több megemlékezés, mert ezt én nem tudom kihagyni ebből a gála műsorban, nem akarok ezekről sokat elárulni, illetve lesznek különleges produkciók, tehát nagyon, nagyon igyekszünk olyan dolgokkal készülni, amik nem szokványosak és nem hétköznapiak, és én nagyon bízom benne, hogy egy fergeteges és változatos gálát tudunk csinálni. Édesapád örült a meghívásnak? Természetesen, hát ugye azért az én életemben lehetetlenség gálaműsor két résztvevő nélkül. Az egyik az édesapám és a csapata, a másik pedig a Bakó Gábor és a csapata. Tehát ugye ők olyan erősen kötődnek az én egész életemhez, tehát nem csak ez a 15 évhez, hanem úgy egyáltalán, hogy őket nem lehet. Tehát ha ők nem tudnának jönni, akkor nem lenne gálaműsor. De még egyébként sose volt olyan. Megmondom őszintén, ilyenkor jön rá az ember, hogy hol is tart, hogy én eddig bárkit kértem fel gála műsorra, most nem csak a mostaniról beszélek, még soha nem mondta nekem senki azt, hogy nem. Tehát, hogy ez egy fantasztikusan jó érzés, és azért azt tudni kell, hogy itt nem pénzért lépnek fel az emberek. Tehát itt mindenki barátságból és szívességből jön. Tehát ez a névsor és a részvevők, akik ott föl vannak sorolva, ők mind azért jönnek el, mert én megkértem őket, hogy jöjjenek. Tehát, hogy Tamás, no, én azt tudom ígérni, hogy mi természetesen ott leszünk, igyekszünk sok mindenkivel beszélni, hiszen ez, én azt hiszem, hogy ez egy csoda lesz. És hát köszönöm, hogy megtiszteltél, és elmondtad mindazt, ami itt megelőzően. Én pedig hadd mondjam, kedves nézőink, hogy június 3-án, tehát 18 órakor a Vörösmarty Színházban a Megadent Székesfehérvári Táncszínház Egyesület 15 éves jubileumi díszelőadására kerül sor, fantasztikus meghívott művészekkel, ott a helyünk, ott az önök helye is. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, minden jót mindnyájuknak, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.